Mivel én is Bácskos útfalvi, vagyis moravicai vagyok, legtöbbször, amikor filmes terveken gondolkodok, a saját környezetemből szeretnék valamilyen alkotást létrehozni. Ott keresek témát, és érdekes témának találtam a moravicai, vagyis a Bácskos útfalvi kosútszobornak a történetét, amelyet a világon hetedikként állítottak fel. Elég kalandos volt a története, világháború miatt... El kellett bújtatni, a senki nem tudta, hogy hova tűnt, páran tudták, hol van. A községház a szénapadlásán bújtatták, onnan eltűnt, és évekig nem tudták, hogy hol lehetett megtalálni. Mivel ez a 80-as években történt, ha jól, tud, ha jól mondom, most, ezért úgy éreztem, hogy ideje volna ebből egy filmet készíteni, mert az akkori események résztvevői is egyre idősebbek, és úgy éreztem, hogy az utolsó pillanatoknál tartunk, hogy ezt filmként. Bemutathassuk az akkori szereplők elmondásával, megszólaltatásával.